Mikrotik shorts, tippek, trükkök, praktikák tőlünk nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! A Rádiusz sorozatunkban beszéltünk már a Rádius szerverről, kliensről vagy Nasról, illetve a felhasználók együttműködési rendszeréről. Sőt, megmutattam nektek azt is, hogy a mikrotik rendszerein, a Rútarósan vagy a CHR-en éppen hogy lehet user managert a Mikrotik saját rádiusz szerverét futtatni. Na de kezdjük el a gyakorlati részeket, és nézzük meg azt, hogy hogyan vagyunk képesek egy Mikrotik router administratív felhasználóinak a belépését mondjuk ezzel a user managerrel, tehát rádiuszból kezelni. Az első lépés, hogy leellenőrizzük a user manager telepítésünket. A system packages alatt megvizsgálhatjuk egyáltalán a user manager csomag fel van -e telepítve, de hát nyilván ez látszik a Winbox baloldali menü sorából is, hiszen fölülről a harmadik menüpont rögtön a user manager lesz. Nézzük a routers fül settings gombjára kattintva, hogy maga a szolgáltatás engedélyezve van, illetve hogyha a tűzfalunk olyan, akkor győződjünk meg arról, hogy a portok, amelyeken a rádiusz szolgáltatást üzemeltetjük, azok megfelelően nyitva vannak-e. Ahhoz, hogy ebbe a routerbe, akár amin maga a user manager is fut, rádiusz felhasználónévvel és jelszóval, vagy akár ilyen ö, áll több faktoros az, ö, autentikációval legyek képes bejelentkezni, ahhoz szükség van még néhány lépésre. Először is a routers menüpont alatt magát, a routert, saját magát föl kell vegyük, mint most. Ehhez a következőt kell tennem. A némmezőbe írhatok bármit, de ez most legyen ebben az esetben itt lokál. Az adresszmezőt egyszerűen kitölthetem a router loopba címével, tehát 127.001. Meglepő, hogy az adresszben nincs ilyen, de próbáljátok csak ki mondjuk egy terminálból. Pingre válaszol biztosan. Tehát ezt a címet használhatjuk, majd megadjuk a koaportot, azt hagyhatjuk az alapértelmezett beállításon, ahogy van. User Manager oldalról egy -egy egyelőre ennyi. Majd menjünk a router rádiusz menüpontjába, ugye ez már maga a rádiusz kliens, ami a routerhez érkező különböző hozzáférési kéréseket fogja majd egy rádiusz szerver felé továbbítani, illetve hát a kapott választ végrehajtani. Ide felveszünk egy új rádiusz klienst. Ugye mi most a login szolgáltatással fogunk foglalkozni, tehát itt ezen a panelem most csak a logint jelölöm meg, mint szolgáltatást. Az mezőbe használhatom szintén a 127.001-es IP címet, hiszen a az azonos routeren futó user manager fogom majd megszólítani. Secret mezőbe megadom ugyanazt a jelszót, amit ugye a router felvételekor begépeltünk, portokon nem változtattunk, és akkor a timeout érték. Timeout értékkel kapcsolatban érdemes egy kicsit engedékegyebbnek lenni, hiszen Bizonyos esetekben a user manager rendszer működése akár leellenőrizheti azt, hogy egy adott felhasználó már be van-e jelentkezve, van-e már élő sessionje, és mivel az időbe telik, ez egy kicsit széthúzza az autentikációra és autorizációra fordított időt. Sajnos ebben az esetben ez bele számít ebbe a timeout értékbe, tehát itt nem feltétlenül a kommunikáció oda-vissza timeout értékét értjük, hanem a teljes autentikációs fázis, még le nem zárul sikerrel, vagy éppen sikertelenül. Tehát ezt megemelhetjük egy kicsit magasabb értékre, én általában ilyen 1000 szoktam használni. Akkor ezt így el is menthetjük. A routerem még magán van egy fontos tennivaló. Nem elegendő csak a rádiusz kliensnél bejelölni a login szolgáltatást, hanem a System Users menüpont alatt találunk még egy AAA gombot. Az AAA gomb megnyomását követően konfigurálhatjuk, hogy hogyan működjön a RouterOS login alrendszere. rendszere. A Use Radius menüpont arra utasítja ezt a rendszert, hogy Rádiusnak is küldje el ezeket az autentikációs kérelmeket, de természetesen a lokálisan felvett felhasználók és paraméterek azok mindig erősebbek, először mindig azokkal történik. Tehát ha azonos nevűek vannak itt is felrögzítve, mint a rádiusban, akkor mindig a helyi fog nyerni. Az accounting checkbox arra utasítja ezt a rendszert, hogy a bejelentkezéssel kapcsolatosan accounting rekordot is küldjön, tehát ilyenkor létre fog majd jönni egy session a user managerben. Ez amit nem feltétlenül szeretnénk minden esetben, piki döntse el, a belátásatokra bízom, hiszen emlékeztek, a licenszekkel kapcsolatosan vannak limitációk, hogyha kisebb képességű rendszereken futtatjátok a user managert, akkor nem biztos, hogy érdemes azzal terhelni őket, hogy session is legyenek, tehát tudjunk arról, hogy mikor történt egy bejelentkezés és meddig tartott, mikor zárult le. Ezekkel a bejelentkezésekkel kapcsolatban nem csak accounting nyitó és záró üzenetet, hanem úgynevezett interim update-et is fogunk tudni küldeni. A küldés gyakoriságát határozhatjuk meg az interim update mező beállításával, lehet akár percenként, 5 másodpercenként kiki belátása szerint döntsön erről. És ami még nagyon fontos, hogy ha az autentikációt követően, sikeres autentikációt követően nem érkezik a rádiusz szervertől group információ arra vonatkozóan, hogy a bejelentkezett felhasználó az milyen jogosultsági körbe tartozzon, akkor alapértelmezetten itt hozzárendelhetjük a default group szekció megfelelő beállításával a felhasználót egy ilyen ha úgy tetszik, ilyen ö, alapvető landing grouphoz. És hát hetes rúteróas óta van az a plusz lehetőségünk, könnyebbség, hogy ráadásul bizonyos csoportokat ki is zárhatunk ezekből a, az engedélyezésekből, így ezekbe a felhasználók semmilyen módon nem kerülhetnek bele. Az egyszerűség kedvéért én most mindössze a Use Radius accounting kikapcsolását, interim update nélkül nyilván, és default group read-del konfigurálom a saját rúteremet. Ez az a két konfiguráció, amit ProTrek tucatjain, hogyha elvégeztek, akkor azok mind képesek lesznek egy központi felhasználói adatbázisból autentikálni, akár winbox akár gyúddal, akár SSH-val, telnettel, vagy webfiggel. Nézzük, hogy mire van szükségünk User Manager oldalon ahhoz, hogy egy felhasználót engedélyezzünk. De még mielőtt a felhasználó részleteibe belemennénk, egy picit beszéljünk a grupokról. A User Manager Bemutató részében már e, volt róla szó, hogy ezekben a csoportokban foglalhatunk össze olyan paraméterhalmazokat, amelyek jellemzően több felhasználónál egyformák. Hát ha szeretnénk azt, hogy mondjuk legyen egy olyan csoportunk, ami teljes hozzáférést enged a rútereinkhez, és legyen egy olyan csoportunk, ami pedig mondjuk csak olvasási jogosultságot engedélyezzen, erre pont kézenfekvő a grup használata. Nézzünk is egy ilyet. Engedélyezünk legalább megfelelő minimális autentikációs algoritmusokat. És most jön egy a rádiusz paraméterek használatának az első példája. Megkeressük a Mikrotik Group nevezetű rádiusz attribútumot, hiszen ez az attribútum fogja utasítani a rúterünket arra, hogy a bejelentkezett felhasználót milyen csoportban kell landoltatni a végén. És hát azt mondjuk, hogy ez lesz a full. Nyilván a csoportomat is így nevezem el. Egy login full kész is vagyunk. Csináljuk meg ugyanezt rídre. Lusta leszek, és egyszerűen lemásolom a korábbit. Login read. És itt a Mikrotik Group attribútumnál ugye ezt a stringet módosítom readre. Megvannak a csoportok, most már csak felhasználót kell hozzáadni. A users menüpont alatt, miután pluszra kattintunk, van pár paraméter, amiről érdemes megemlékezni és beszélni pár gondolatot. A felhasználó név, az, azt hiszem, hogy egyértelmű. Én most egy demo felhasználót fogok fölvenni. kedvéért ugyanezzel a jelszóval, és megérkezünk az OTP secret paraméterhez. Az OTP secret lehetőséggel egyfajta ilyen ö, ö, időalapú one time password lehetőséghez tudunk jutni, mégpedig úgy, hogy választunk egy közös titkot, amit nyilván a felhasználónak is majd konfigurálnia kell a saját mobileszközén, mondjuk ebben az esetben én Microsoft Authenticator-t használok, és ezt a közös titkot ide a router usb b 32 vel enkódolva kell feltüntetni ebbe a mezőbe. Tehát mondjuk legyen az én példámban a közös titok a MySecret, ezt egy egyszerű webes online enkóderrel base 32 j átkódolom, meg is van, és beillesztem az OTP Secrets mezőbe. A másik tennivalom majd a kliens oldalon, hogy fölveszek az autentikátorba egy új bejegyzést, adok neki egy egyszerű elnevezést, és ugyanezt a Base32-vel elkódolt karakterhalmazt fogom oda, mint szikretet beilleszteni. És a nyilván hozzáadást követően fogjuk kapni azokat a 30 másodpercenként lejáró 2 3 karakterből álló ilyen időszakos jelszavakat, amelyek segítenek a, a, bejutásban, illetve hát abban, hogy ha esetleg a jelszavunk, azzal mégse lehessen egyenesen a routerbe bejelentkezni. Group. Ugye groupnál kiválasztom most a login fullt, amit korábban hoztunk létre. További megszorításokat itt most nem alkalmazok. Shared users itt nem számít, hiszen nem fogunk session használni. És megérkezünk újra az attribútumok mezőjére. Ha szeretnék egy felhasználót további attribútumokkal ellátni valamiért, több információt átadni az autorizáció kapcsán, az autorizáció lépéseiben, akkor azt itt megtehetem, tehát itt felülbírálhatom, vagy kiterjeszthetem a grupban amúgy is átadandó paraméterek halmazát. De ugye erre most itt nekünk nincs szükségünk. Kész vagyunk. Nézzük, hogy működik-e az autentikációnk. Megpróbálok ugyanebben a routerbe most már a demo felhasználó nevemmel, és a hozzátartozó demo jelszóval, na de, mivel nekünk most van kétfaktoros autentikációnk, ezért szükségem van az autentikátor alkalmazásomra, amit megnyitok, a korábban bekonfigurált demo megnézem a kódot. Ez egyszerűen mögé kell gépelni a jelszónak, és bent is vagyunk. Ellenőrizzük le, hogy alapvetően a felhasználómat a csoportjogosultságánál újtságánál fogva full kategóriába soroltam be, tehát hozzá kell, hogy férjek olyan műveletekhez is, amelyek a konfiguráció megváltoztatását kezdeményezik, és ez így is van. Látszik, hogy tudok interfészt fölvenni, tudok IP címet felvenni és törölni, hozzáférek a fájlokhoz, és így tovább, tehát a műveletünk sikeres volt. Mit látunk ebből a User Manager oldalon? Hát sajnos nem sokat. Yeah. A session ezt hiába is nézegetjük, hiszen mi magunk döntöttünk arról, hogy az accountingot kikapcsoljuk. Egyedüli jele annak, hogy történt valami, illetve sikeres autentikációt hajtott végre a rendszer, a routerünk statisztikai felületén érhető el. Itt látjuk azt, hogy hány hozzáférési kísérlet vagy lekérdezés érkezett, abból hány volt sikeres, hány volt esetleg olyan, amelyik hibára futott, vagy negatív autentikációs eredménnyel zárult. Na de most próbáljuk ki ugyanezt accountinggal, és nézzük meg, hogy hogy jelenik meg egy session az új user managerben. Ehhez mindössze annyit kell tennem, hogy a router oldalon, tehát a Radius kliens és ugye a users AAA konfiguráció oldalán végzek egy kicsi módosítást, először is leellenőrzöm a Radius menüpontom alatt, hogy az accounting kapcsolatos portom megfelelően van-e konfigurálva, nyilván, hiszen azon nem változtattunk, megyek a System Users AAA menüpont alá, és egyszerűen bejelölöm az accounting opciót. Csinálok egy új bejelentkezési kísérletet, és ugye megint szükségem van a két faktor miatt az autentikátorra. A bejelentkezésem sikeres, és a session alatt már meg is jött egy bejegyzés, hogy a demó felhasználó név melyik hostról, milyen IP címről, és mikor kezdődő session indított a rendszeremben? Hogyha egyszerűen most kilépek, bezárom ezt a Winbox session akkor pedig a lezárásával kapcsolatos információ is megjelenik, mikor zárult le a session, és milyen lezárási paraméterre, ugye duplán kattintva ráadásul részletes információt kapunk erről a munkafolyamatról. Azt hiszem, hogy ezzel a rövid demóval rögtön két kérdésre megadtam a választ. A. Hogy tudom a rútereimnek a felhasználói autentikációját központosítani? Hát user managerrel. És hogy tudom a jelszavak használatát biztonságosabbá tenni? Hát a time alapú van time -el. Legközelebb egy újabb izgalmas részsel térek vissza. Sziasztok!